Szerusztok! 2023. június 3 van, szombat. Szombat délelőtt és ilyenkor jelenik meg a népszava hétvégi száma, és benne egy melléklettel a, népsz, e, a szép szóval. Ebben a Mellékletben most egy terjedelmes írásban foglalkozom azzal a kérdéssel, amelyel nagyon sokszor kerestetek meg, hogy mi a felelőssége esetleg azoknak az orvosoknak, akik Orbán Viktor elméjével kapcsolatos, szihés beállítottságával kapcsolatos vizsgálatokat végeznek, nekik nyilvánosságra kell hozni Orbán Viktor állapotát vagy sem, Azaz nagyon sok olyan megkeresést kaptam az elmúlt egy-két évben tőletek, amely hol állította, hol kérdezte, hogy Orbán Viktorban felfedezhetők-e az elmezavarjelei, a személyiségzavarjelei, vagy a szihés megbetegedések, ami már ugye a betég, betegségnek jelni, vagy szimplán egy gazemberről van szó, és egy gazembernek a mindennapjairól. Hát ha szeretnétek erről egy kicsit többet tudni részletesebben a témát körüljárva, akkor tegyétek azt, amit én az előbb tettem, most jöttem meg az újságostól, és megvettem a népszavamai számát. És zizeg a papír, és benne egy terjedelmesszik kifejti az ezzel kapcsolatosan ma felismerhető valószínűségeket és tényeket. Ha kíváncsiak vagytok rá, menjetek el, vegyétek meg, talán még kapható, mert úgy gondolom, hogy ez most egy kapkodás le, vagy elkapkodása lesz az adott, adott írásnak, ha úgy tetszik, ritkaság számba megy. De ha nem kapjátok meg, olyan nagyon ne legyetek szomorúak holnapi napon, mint ahogy az alul futó írásban, vagy fényújság írásban láthatjátok, általában a délutáni, vasárnap délutáni órákban már az archív felületen, tehát a Népszaván online-nak az archív felületén megadtam a pontos elérhetőségi weboldalt. Ez az írás digitálisan online formában elérhető lesz, Gondolom, vagy reményeim szerint, amíg a diktatúra nem erősödik tovább Magyarországon, addig hosszú időn keresztül. Mert van róla mit mondani. Vannak vele összekapcsolatban, vannak tények, és vannak felvetések nem árulom el az írás részletes megállapításait, de azért egy mondatot az írásból kiemeltem figyelemfelkeltésnek, hogy Orbán egymás követő beszédeimben immár felismerhető bizonyítéka van Orbán zavarának, és ehhez kapcsolódóan a szihés megbetegedés jelei is elég jól kimutathatóak. De hát ezt igazolni is kell, ezt végig kell járni, és ez egy terjedelmesszik. Ha gondoljátok, mindenképp hallgassátok meg. Ha fel akarjátok rá hívni a figyelmét másoknak is, akkor osszátok meg ezt a bejelentke, bejelentkezést, és ha úgy gondoljátok, hogy ezekkel kapcsolatosan, például, hogy mit kell kezdeni egy ilyen helyzetben, ha egy ország miniszterelnökénél ezek a jelek fellelhetőek, mit kell kezdeni, ezzel szemben milyen védekezési lehetőség van, hiszen ez mérgezi a társadalmat. Orbán szavaival érve, ez egy vírus. És van-e vele szemben vakcina? Hát, a gondoljátok, olvassátok el, legyetek gondolkodó emberek, és akkor már is egy korlátozott, de részleges védettséggel fogtok rendelkezni. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, ez egy szép hétvége, érezzétek jól magatokat, használjátok ki a koranyári időt, hiszen már nyár van, a harmadik napja, júniusban egyértelműen nyár van, nyár van és meleg van, benne a frissítő zivatarokkal. Még egyszer köszönöm, hogy itt vagytok, és egy további szép hétvégét kívánok nektek.